egyszer csak megjelenik Kilényi Géza, aki létrehozott a bejövetelekor egy alkotmány előkészítő csapatot. Ez 6 plusz 1 főből állt, 6 fő kifejezetten minden más munkától függetlenítve volt, és az volt a feladata, hogy elkészítsen egy új alkotmánytervezetet. Ennek elkészült egy alkotmány koncepciója is, ami 89 elején a parlamenthez első olvasatba bement, 89 tavaszán bement a második olvasat is, és gyakorlatilag mi arra készültünk, hogy elkészítünk egy új alkotmány szöveget, amely természetesen az akkori politikai és társadalmi viszonyokat képezte le. Kilényi, én voltam a plusz hetedik, vagy a plusz egy fő, aki a közjogi főosztály helyettes vezetői pozíciója mellett megkaptam egy olyan speciális feladatot, hogy készítsem el az Alkotmánybíróságról szóló törvény tervezetét. Ez kizárólag a minisztériumban az én egyszemélyes feladatom volt. Szintén nyílt titok, hogy Kilényi Géza ezt nagy előszeretettel szorgalmazta, hogy ez a törvény mielőbb megszülessen. Ő akkor már kitűzte maga elé azt az életcélt, hogy ő alkotmánybíró szeretne lenni, és gyakorlatilag a minisztériumban mi ketten dolgoztunk ezen a törvénytervezeten. Én voltam az igazi íródeák, és ő adta természetesen a szellemi muníciót hozzá.